Nyitrai Zsolt, a Fidesz operatív igazgatójának egy kérdése az 1300-ból, amelyet a kormány felé intézett, hát kiverte a biztosítékot, ilyen pestélyesen fogalmazzak. Arra volt kíváncsi, hogy bárki lehet-e lemezlovas Magyarországon. A válaszát megkapta a kormánytól, némi irónia kíséretében. Vendégeim már itt van a Nyitrai Zsolt, Jeszenszky Zsolt, a Magyar Lemezlovas Egyesület elnöke, és Pigi Boly, aki elemről megy, vagyis hát jól mondom, dolgozik, tehát keményen. Abban látszik, hogy DJ, hogy még hajnalban is dolgozik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Gondolom, hogy azt fogja, vagy azt várta, hogy elsőre fel van készülve, hogy jó cinikus riporteri kérdést teszek fel ezzel kapcsolatban, mert biztos megkapta az elmúlt napokban, de nem, engem tényleg érdekel, mi volt a szándéka ezzel a kérdéssel? Nagyon köszönöm ezt a pozitív és korrekt hozzáállást, mert valóban kevés volt az elmúlt napokban. Ugye a házszabály adta lehetősége minden parlamenti képviselőnek az, hogy különböző témákban kérdést tegyen fel, írásbeli kérdést tegyen fel az illetékes miniszternek, aki ugye politikai felelős a parlamentben, akinek 15 munkanapon belül kötelessége erre válaszolni. Általában csak, hogy itt a műfajt bemutassam a tévénézőknek, egy írásbeli kérdés mindig egy első lépés egy ügy kapcsán, hiszen akkor tud a képviselő meggyőződni, hogy pontosan mi is a jogi szabályozása és a háttere az egész ügynek, amihez hozzányúl, vagy amivel kapcsolatban megkeresték, mint hogy ez történt egyébként ilyen esetben, és utána fontolja meg, hogy kielégítő választ kapott-e vagy sem, megy-e tovább a parlamentben, szóban kérdez, vagy valamilyen jogi szabályozást, módosítást kezdeményez. És hát Jeszenszky Zsolt, aki ugye a Magyar Lemezlovasok Egyesületének az elnöke, az elnökség többi tagjával december elején kerestek meg, hogy ez egy régi probléma a lemezlovasoknál. Volt régebben egy rendelkezés, amit egy miniszteri rendelettel megszüntettek, nevezetesen különböző szórakozó helyeken, illetve pár évvel ezelőttől mindenféle engedés, szakmai képesítés nélkül lehet lényegében zenét keverni. Én elismerem, hogy ez egy réteg téma, de annak a rétegnek például a Zsolt által vezetett szervezet az több mint 400 tagot számlál. Ezt egy szakmai kérdésnek tekintettem, és el lehet ezt bagatellizálni, mert meg lehet próbálni kivicceni, de azt gondolom, hogy ez egy picit visszás. Természetes, persze mindenkinek a saját szakmája a legfontosabb, tehát ez most nem álláspont kérdése, hogy ki a fontos és ki nem. Sokat jár bulizni Nyitrai úr? Csak kérdezem, hogy, tehát, hogy mondjuk pont a DJ-nek nincsen hangja, de nem találkoztam vele. Csak azért, mert hát, hogy honnan, oké, nekem is annyi minden van, ami érdekel a világban, de miért pont ezt a kérdést teszi fel? Muszáj, hogy idézzek valamit tőled, ne haragudj, mert akkor erre rögtön tudsz akkor reagálni. Írtad az egyik internetes portálon, az eltörlés mellett maximum budapesti elektronikus zenei szubkultúra néhány vizsgával természetesen nem rendelkező képviselő és ugyanilyen szubkultúrába tartozó haver újságírók voltak, akik akkor szintén haver miniszter Kóka Jánost könnyen vették rá, hogy a kötelező vizsga hatályon kívül helyezze. Nincs ebben akkor semmilyen politikai lobby, vagy politikai lobby, nem? Ebben nincsen, bár én is fel voltam készülve erre, és ugye csak én kaptam meg a provokatív kérdést, akkor nem Zsolt. Nyilvánvaló, hogy és természetes, hogy a akár politikai, akár szakmai ellenségek rögtön kapva kapnak ezen a lehetőségen, de sajnos azt kell mondjam, hogy egyáltalán nincs erről szó, és még ahhoz is azért én visszatérnék, hogy ez sokkal több, mint egy szakmai kérdés, bár látszólag valóban réteg téma, de azért azt lássuk be, hogy egy hétvégén nem tudom hány százezer fiatal jár szórakozni, ők közvetlenül érintettek, de tulajdonképpen a szüleik is. Én azt gondolom, hogy egy szülőnek azért nem mindegy, hogy amikor elengedi a gyerekét az éjszakába, akkor mi történik vele. Olyan felelős személyekkel kerül a kontaktusba, akik legalább valamilyen módon tudják, hogy a fiatalokra milyen helyzetek várnak az éjszakában. Nem gondolom, hogy egy tanár és egy diszkósnak a felelőssége összehasonlítható lenne, de mondjuk még egy tanár ugye beleveri a gyerekbe, hogy tanult meg a leckét, és a gyereket nem nagyon szívesen csinálja, mert ez egy szükséges rossz, addig a diszkóst vakon, vidáman követi és csinálja. Abszolút, azt, amit a diszkós mond neki. Tökéletes, most én azt gondolom, hogy csak mi van a szabadságban? Mi van azzal, hogy mégis te is gondolom, amikor elkezdted az egészet csinálni, akkor nem voltak vizsgák, nem voltak szakmai hátterek, persze jó, hogy most már vannak, de pont nem azt veszi el, annak a lényegét, mint akár a színészetnél is. Nagyon sok mindenkinek nincsen diplomája, és mégis remekül megállja a helyét színpadon, filmben. Ez egy olyan művészi tevékenység, egy olyan önkifejezési forma, mondjuk a színészet, ahol azért rendkívül fontos az alkotói szabadság. A lemezlovasság az egy szakma. A lemezlovasságnak teorszáma van. Ez egy olyan szakma, aminek van egy nagyon erős művészi hozzáadott értéke. Nem vitatjuk, hogy van egy művész érték, mint hogy azt sem vitatjuk, hogy a piacnak, a közönségnek kell eldönteni, hogy ki a jó DJ, vagy ki a nem jó DJ. Igen, bocsánat, csak, hogy nincsen vita. Ne, ott messze a távolba ül tőlem. Mire számított most, hogy őszintén, de tényleg? Tehát, hogy erre a kérdésre nem fog, vagy erre valódi választ fog kapni? Hát érkezett azért valamilyen fajta válasz, amit már az uraknak én továbbítottam is a kérdés megérkezésének a napján. Hát a miniszter úr a válaszában leírta igazából azt, amit eddig is lehetett sejteni, hogy ez a szabályozás ez mikor, hogyan változott meg.
Úgyhogy nyilvánvalóan én várom azt, hogy további szakmai javaslatokat kapjak majd az Egyesülettől, és akkor megnézzük, hogy mik lesznek a további lépések. Én azt gondolom, hogy képviselőnek kötelessége különböző érdekeket és értelmes dolgokat képviselni, hiszen végül is erre esküdtünk föl a parlament alakulésén minden egyes képviselő ellenzéki és kormánypárti egyaránt. És engem az elkövetkezendő időszakban is évszaktól függetlenül megkeresnek állampolgárok vagy civil szervezetek különböző kérdésekkel, még hogyha azok réteg kérdések, és azt gondolom, hogy fontos ezeknek is legyen képviselet a parlamentben, és még egyszer mondom, nagyon rossz hozzáállásnak. Érte, bocsánat, csak azért, mert így elveszik a képet, és úrse, most felhangosodott a zene, viszont azt tudják, kedves nézők, hogy attól, hogy a DJ-knek a fülén van a fülhallgató, hallanak egy csomó mindent, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, és én azt szeretném, hogyha bevennék ebbe a vizsgába, hogy jó dolgokat is tudjanak mondani, mert hallottam egy-két DJ-t már úgy beszélni két szám között, hogy hú, az tényleg lélekromboló, és nem emberi. Nagyon jó a felvetés, és a tartalom is, hogy mit mond, legalább legyen valamilyen módon felelős azért, hogy a gyerekeknek ő közvetít. Köszönöm.